Hi, this is Stephen. And in this video, I'm going to share with you a testimonial by Adam Balogh, who had multiple sclerosis. He suffered from multiple sclerosis for quite some time. And the difficulty that he had was that his body physically became so rigid that he could barely move. And that for him was enough to make a difference in his life, to change the path that he was on. And that path was to heal himself of multiple sclerosis. Since the doctors couldn't do anything, since medical knowledge was not possible to solve the situation that he was in, he chose a different route. And that different route was the Silva Method. He used the techniques learned in the Silva Method consistently for months until he started to see the results of his practice. This is Balogh Adam, or Adam Balogh's story. This is a true testimonial. He speaks Hungarian, as he lives in Hungary, and I have uploaded the transcript beneath in English. I hope this motivates you, inspires you to work for something bigger and greater than what you've imagined. 2010 márciusában a kisfesti művelődési otthonban. 2007 decemberében egy másik betegség a szklerózis előjeleként jelentkezett, ami egy baloldali arcidegbénulás volt, nem mozdult meg az arcom. Utána miközben azt kezelték, jöttek elő azok a tünetek, amik viszont már a szklerózisnak a tünetei voltak. Kettős látás volt és egyensúlyvesztés. Kettős látás úgy zajlott, hogy utaztam a villamoson, kinéztem az ablakon és tudtam, hogy egy fát látok, de mégis két példányban. Az egyensúlyvesztés pedig úgy, hogy a Deák Ferenc téren mentem föl a lépcsőn, és tényleg, ha én kívülről látnám, én is azt mondanám, hogy ez biztos egy részeg. Hol jobbra, hol balra léptem ki az egyenes felfelé lépcsőzésből. Volt mind mentális, mind fizikai kiváltó oka. A mentális egy családon belüli elsimítatlan szál volt tulajdonképpen. Az egyik családtaggal nehezen kommunikáltunk. A fizikális oka pedig az egyik édesítőszer, amiről kevesen tudnak. De viszont egyre inkább azt gyanítják, hogy ez is a kiváltó okok között szerepelhet. Nálam ez nagyjából 11 havonta jött vissza. Először 2007 decemberében volt, ugye utána 2008 novemberében, és az utolsó 2009 október vége, november eleje volt. Már ott a tanfolyamon az egyik tünetet, mert akkor éppen lecsengőbe volt, azért még úgy enyhén jelentkezett a tünet, az egyik gyakorlatba behelyettesítve. Azt vettem észre, hogy fél óra múlva a szünetben nyoma sem volt az egyensúlyvesztésnek. Kimentünk ebédelni, és mintha semmi bajom nem lenne. Ezt a elmetükrét ezt folyamatosan alkalmaztam, és utána a hétköznapokban azt vettem észre, hogy a többi technikát használva egyre inkább olyan dolgokat teszek meg, amit annak előtte nem tudtam. Például amikor keresni akartam valamit, és nem találtam meg, akkor utána leültem, és a segítőimet hívtam segítségül, és folyamatosan visszaadták azt, ahol ténylegesen megtaláltam azt, amit kerestem. Hát elsődlegesen azt tanácsolnám, hogy merjenek nyitni alternatív útvonalak irányába, és az agykontrollt főleg, látva azt, hogy nekem sikerült.
teljesen megszűnt minden tünet? Teljesen, így már 2010 március óta semmilyen tünetem nincsen. Ez egy érdekes kérdés, azóta én nem jártam a szakorvosnál, mert volt neki egy olyan megnyilvánulása, ami részemről azt mondta, hogy köszönöm, én ebből többet nem kérek. A szakorvost lapoztam és ott hagytam, a házi orvosommal nagyon jó a viszonyom, azóta is, és ő is azt látja, hogy semmi bajom. Csodálkozni nem csodálkozott, de mert ő is nyitott ilyen irányban. Értem. Csak mivel ugye a hivatalos orvoslás, hivatalos nyugati orvoslás ez irányban nem nyitott, ezért ő sem mondhatta azt, hogy jó, akkor menjek agykontrollra, de nem volt ellene. Értem. Támogatott benne, és mikor látta, hogy használt, örült neki. Én 1998 óta futok, és pont 2007-ben álltam volna neki futásnak egy olyan hosszú távú változatára, amit úgy neveznek, hogy ultramaraton. A maraton 42 km, és minden olyan versenyt, ami 42 km-nél hosszabb, azt ultramaratoni versenynek hívják. A betegség lezárása után végre visszaálltam erre a távolságra, és tavaly és idén egy 4 napos versenyen sikerült megkerülni a Balatont. Idén nyáron úgy volt, hogy ugyanennek a versenynek egy másik változatában, ahol 32 óra alatt kell megállás nélkül teljesíteni a Balaton megkerülését. Ott rajthoz álltam, de sajnos 87-nél föl kellett adnom egy-két hibát, sajnos elkövettem, de rá körülbelül egy hónapra egy baráti társaságom szervezésében lementünk, és ugyanazt az útvonalat, mint amit a verseny hivatalosan követ, ez a másfél napos verseny hivatalosan követ, azt megcsináltuk. 212 km. 212 km másfél nap alatt? Így van. Hoppá, az angyalát. Fantasztikus, hát gratulálok. Köszönöm. Ádám, nagyon köszönöm, hogy elmondtad a sikeredet, és remélem, hogy sok szklerózis multiplexben szenvedő betegnek ad hitet és reményt, hogy ők is tudnak magukon segíteni. Ezt én is remélem. Ezért is vállaltam. Köszönöm szépen. Én is. If you would like to watch more videos like this, then please subscribe to my channel below. Once again, my name is Steven Dobos, and you can download a free centering exercise. The information is in the description box below.